ezt az egészet összekeveri, és akkor tulajdonképpen kész az aszfalt. A cég székesfehérvári telephely vezetője az aszfalt keverőgép tetején arról beszél, hogyan állítja elő az aszfaltot ez a vadonatúj szerkezet. A telephelyen korábban is működött már egy hasonló, de ez, mint Hegyi László mondja, modernebb és sokkal inkább óvja a környezetet, mint a régi aszfalt keverő. A gép óránként 210 tonnányi aszfalt előállítására képes. Egy ilyen gondolkodásmódhoz hozzátartozik az, hogy igenis kellenek ezek az új gépek, mert a régiek ugyan még működnek, de az a műszaki fejlődés, ami a piacon van és látható, azt ha nem követjük le, akkor nem tudunk lépést tartani. Egyrészt ezek olyan műszaki fejlesztések, amiknek környezetvédelmi hatásai van. Az új aszfaltkeverőgép telepítése 1,5 milliárd forintba került, melyet az anyavállalat közreműködésével saját forrásból valósítottak meg. A cég gyakran vesz részt székesfehérvári, illetve városkörnyéki útfelújítási programokban. Ha egy cég fejleszt, akkor az a bizalmat jelenti. Bizalmat a város iránt, a város környékén működő települések iránt, hiszen láthattuk az elmúlt években is, hogy a Svitelszki Magyarország székesfehérvári környékén milyen sok munkát tudtak végezni. A vállalat dolgozott például a 62-es elkerülő kiépítésében, vagy a fehérvári nyugati elkerülő út kialakításában, de a Berényi út felújítása is nekik köszönhető.